Már dolgozik a szárítógép az Észak-Tolna megyei NAK új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termékből egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Az üzem többségi tulajdonosa, a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAK-on 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. Fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Terveink szerint ebben az üzemben 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az Agrárlogisztikai Központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Ezek az igazi megtartó erők a vidéken, tehát hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéke munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a készterméket. A NAKI Agrárlogisztikai Központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint, hogy az étkezési tökmagot is itt zacskózzák be.